Május 10-e a mentők napja. 1887-ben ezen a napon alakult meg az első önkéntes mentőegyesület a fővárosban Kressz Géza kerületorvos kezdeményezésére. Szombathelyen pedig 1904-ben Brucser József parancsnok a tűzoltóságon belül szervezte meg a mentőosztályt. A mentés 1948-ban az országos mentőszolgálat megalakulásával vált állami feladattá. A járvány az eddigi legnagyobb kihívás a szervezet életében. Videó üzenetben mondott köszönetet kollégáinak az országos mentőszolgálat főigazgatója a mentők napján, mert az ilyenkor szokásos ünneplés a koronavírus miatt elmaradt. Bajtársaink eddig közel 15 000 fertőzés gyanús, vagy igazolt koronavírus fertőzött betegnek nyújtottak segítséget. Mintegy 40 000 ember járványügyi mintavételét, tesztelését végezték el, és mentesítő zónákat hoztunk létre az ország számos pontján. Mindezt nagy hivatástudattal, professzionális színvonalon teszik bajtársaim, ezzel is minden egyes napon megszolgálva az ország bizalmát, ami az elmúlt időszakban jelentősen erősödött. Ehhez a közelmúlt fejlesztései a digitális átállás, az új mentéstechnikai eszközök és a 360 új mentőautó szolgálatba állítása is hozzájárultak, mondta a főigazgató. Tavaly nyáron Szombathely főterén nyílt napon mutatták be a mentők a legkorszerűbb felszereléseiket. Az idei mentőnap alkalmából országosan átadott 20 új autóból az egyik Vas megyébe került. A Vas megyei mentőautópark is jelentősen megfiatalodott az elmúlt időszakban. Most ott tartunk, hogy a 33 mentésre használt gépkocsink átlag életkora nem egészen 4,5 év, ami már nemzetközi összehasonlításban is egy jó értéknek számít. Most a legújabb autó, ami Vas megyébe érkezik, Vasvár mentőállomásánál szolgálatba. Vas megyében tavaly közel 30 000 beteget láttak el a mentők, idén eddig 10 000 esetben nyújtottak segítséget.